Szeptember 24-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Eszterházi Napot tartott. A főként külső helyszíneken megvalósult programokról az intézmény vezetője, Légrádi Tíme a mesél nekünk. Jó estét, Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. kívánok! Hát akkor először is akkor mondjuk el, hogy mióta is rendeznek Eszterházi Napot, és milyen célral hívták ezt életre? Hát ez már egy sok éves hagyomány. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a fő szervezője, és hát szerintem minden EGRI előtt ismert a Kutatók Éjszakája program, ami fantasztikus programokkal, eseményekkel várja, nem csak a diákokat és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának a diákjait, hanem a városban éppen utazókat, illetve a városlakókat. E, nagyon sok rétű a program, e, hatalmas szervező munka e, előzi meg, és eddig mi még minden évben nagyon jól éreztük magunkat. Ugye egy, szerintem mondhatjuk azt, hogy egy nagy iskoláról van szó, ugye? Igen. Hány diák tanul összesen? E, közel 1300 diák. azért is kérdezem, mert hogy azért ennyi gyereknek megfelelő programot kitalálni minden korosztálynak, ugye egészen a legkisebbektől az érettségizőkig, okay. azért nem lehet könnyű, ugye? Nem, de az egyetem annyira széles palettával kínálja nekünk a programokat, hogy viszonylag könnyű dolgunk van, hogy beosszuk a gyerekeket, természetesen a korosztálynak megfelelően. Kicsik és nagyok úgy vesznek részt a programon, hogy mindenki nagyon jól érezze magát. Természetesen a varázstorony az, ami elvarázsolja a legkisebbeket, de a nagyokat legalább annyira, sőt bennünket, pedagógusokat is. a Mentek a varázstornyolonyba a gyerekek, természetesen az. Egyetemnek a ö, nagy díszudvarában mindig kémiai kísérletek vannak, ami szintén nagyon vonzó a gyerekeknek a ö, minden alkalommal. Ugyanakkor ö, felmentek a herbáriumba, a sportmúzeumot meglátogatták. Ö, filmvetítés volt, a kicsiknek két népmese, mert hogy ugye a népmesék, népmesék is az is nagyon fontos és központi szerepet kap, illetve a Szerházi Károly életéről forgatott dokumentumfilmet, az már a nagyobbaknak szól, de az intézményen belül is, a gyakorlóiskolán belül is voltak programjaink, a gyerekek részt vehettek táncházon, különböző sportos napokon, hiszen, hiszen a diáksportnak igen, is van. van, tehát próbáltuk a kettőt összekötni. Ügyes vagyok címmel akadályverseny pályán, gördeszkával, biciklivel, rollerral tudtak a gyerekek különböző ügyességi feladatokat elvégezni, pontosan azért, hogy a sport szeretetére neveljük őket, ahogy előttem szólók is már mondták, hogy mennyire fontos az, hogy kialakítsuk a gyerekekbe a, a sportolás iránti igényt, és hogy felsőbb osztályokba illetve felnőtt korba is igénye legyen a és mozgásra. Magukkal ezt a... Igen, egy egész életen át. A táncházon kívül rendhagyó óráink is voltak, illetve Eszterházi Nap keretében. Lehetőségünk adódott az Érseki Palotát meglátogatni, és a péncemúzeumot. Múzeumot. Körforgásszerűen szerveztük azért, hogy szinte minden diákunk eljuthasson, hiszen az egy csodálatos palota, úgyhogy oda is elmentünk. A Fazola Kapunál pedig egy kahút versenyt szerveztünk, mégpedig úgy, hogy tabletek voltak a gyerekeknél, és kaptak egy Eszterházi Károly életéről szóló szöveget, majd igaz hamis volt a feladat, amelyet el kellett végezniük, és akkor így tudtuk azt biztosítani, hogy talán mindenki szinte mindenhova eljuthasson. Legórobot volt az iskolán belül, itt az egyetemi oktatók segítségével valósulhatott ez meg, hogy a gyerekek a legórobotokkal is játszhassanak, és hát a hagyományos rendhagyó óráink, úgyhogy Próbáltuk nagyon színeséteni, próbáltuk az eszterházi napot és a sportnapot is úgy megjeleníteni, hogy a gyerekeknek ez egy óriási élmény legyen, de hát a fenntartónk az egyetem, Nél. Ezek a fantasztikus programok már adták a lehetőséget, Egy hogy színes programokkal szeret. gazdagítsuk ezt a napot. Abszolódni. Mennyire várták a gyerekek ezt a napot, és milyen visszajelzések érkeztek tőlük, hogy érezték magukat? A gyerekek nagyon várják, pontosan azért, mert folyamatosan mehetnek, és fantasztikusan érdekes dolgokat láthatnak. Kicsiknek újdonság, a többiek, mivel évek óta megyünk, így azért ez szájhagyomány már, hogy az eszterházi napon és a varástorony és egyébként a kutatók éjszakája, az, az mindig nagyon jól sikerül, úgyhogy a gyerekek várják, és ez az, ami nagyon-nagyon fontos talán még ebbe a napba, hogy várják és végig játszanak, és nagyon jól érzik magukat, és nem veszik észre, hogy közben tanulnak. És, és pont ez, ez, a, a, ez a jó visszajelzés, igen. ugye? Igen. hogy nagyon jól érezték magukat, de nagyon sok ismerettel gazdagodtak általa. De jó. Zsolti itt egy kicsit említettük a, a pandémiás, vagy beszéltük egy kicsit a pandémiás helyzetről. Intézményvezetőként hogy látja, hogy mennyire tudtak a gyermekek, ugye itt a nagyon hosszú lezárások után, vagy az online oktatás után, a jelenléti oktatásba újra bekapcsolódni? Zöggenőmentes volt? Igen, azt mondhatom, hogy zöggenőmentes volt, különösen azért, mert szerintem még soha nem várták ennyire a gyerekek az iskolát, mint most. Természetesen azért arra a kollégákkal figyeltünk és készültünk is, hogy a, az első héten kibeszélhessék magukat, hogy átbeszéljünk mindent, hogy kipanaszkodhassák magukat, hogy elmondják, hogy mibe voltak sikeresek, és végül is ez célzottan történt, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy mikor fordul ne adj és te, hogy ilyen történjen, de nagyon-nagyon okos meglátásaik voltak, és roppant jó tanácsokkal láttak el bennünket, tehát mi tanultunk most tőlük, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert pedagógusként ugye az ember szeretne minél többet, minél inkább úgy átadni, hogy az a gyerekeknek jó legyen, de jó meghallgatni a másik oldalt is, és nagyon sok visszajelzés jött, és nagyon okos és ügyes meglátásaik, és javaslataik voltak, hogy hogyan lehetne ezt még jobbá tenni. Tehát ez számunkra is egy tanulás volt, de én úgy érzem, hogy nagyon várták az iskolát, nagy örömmel jöttek, és azért az első hét az, az, még, az még a zajos Arra, és aha. élménybeszámolós időszak volt, de most már visszarázódtunk intézményvezetőként, most egy kicsit emocionálisabb kérdés, jó, intézményvezetőként, ugye az előbb említettük, hogy közel 1300 diákról beszélünk, két épületben. Igen. Ez azért elég komoly logisztikát kíván az intézményvezetőtől, nem? Tehát egy belegondolni is nehéz, én valamikor nem tudom én, tehát 5-600-an voltunk az általános iskolában, de hát ott is emberes feladat lehetett a pedagógusoknak bennünket, rossz csontkölköket összetartani. Hát most ez, ez hogy működik ilyen jól? Hát tényleg nagy szervező munkát igényel, 161 pedagógus van a iskolába Csak azzal tudjuk, hogy folyamatosan kommunikálunk, beszélünk, meg kellett ezt tudnunk oldani az elmúlt nehéz időszakba is, kis csoportosan, online, de azt gondolom, hogy mint a gyerekeknek, úgy a pedagógusoknak is szükségem volt arra, hogy, hogy beszéljünk, még akkor is, hogyha csak online, és ha mentek a poénok, hogy azért most így online beszélgetünk, csak így lehet, hogy folyamatosan kommunikáljunk, hogy én azért járkáljak a két épület között folyamatosan, illetve a helyetteseim is, hogy hogy ez egy tém munka, tehát össze kell fognunk, és mind a két épületnek persze megvannak a sajátosságai, hiszen a Barkóci utcán nem csak általános iskola, hanem középiskola is van, szakközépiskola is van, és ott a pedagógiai intézetünk, tehát, hogy ott azokra a feladatokra összpontosítsunk. Még a Bartók téren az általános iskola van, de az alapfokú művészeti iskola mind a két épületben működik, ez csak is úgy megy, hogy igen, logisztikát követel, szervező munkát követel, és az, hogy az ember egy olyan csapatot építsen maga köré, akik tényleg segítenek, és egy tímként tudjon a vezetőség úgy együttműködni, hogy hogy flottul menjen minden a mindennapokban. Akkor most így lezárásként, mert tudom, hogy az iskola nagyon sok projektbe vesz részt, van valami olyan projekt most az elkövetkezendő időszakban, amiről esetleg szívesen beszámolna? Vagy büszkélkedne vele nyugodtan. Büszkélkedni, hát a komplex alapprogram, ezzel kapcsolatban jártam már itt vendégként, és beszámoltam róla. Az örökös sulit elnyerte a gyakorlóiskola, amire tényleg nagyon büszke vagyok. Ahogy azt már egyszer említettem is, ugye a kollégáimmal együtt a kidolgozói voltunk a tanítói, tanári kézikönyvnek, és a alprogrami foglalkozásoknak. Tehát mi tényleg, Kidolgoztuk, és tényleg átéltük, és adtuk az ötleteket. Ezért volt aztán könnyű adaptálni és megvalósítani. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy elnyerhettük az Örökös Élménysúly címet. Ez továbbra is folytatódik ugyanúgy folytatjuk azt a munkát, amit az elmúlt öt évben is tettünk. Fentartási időszak van, de mivel a hallgatók óráiba is beépülésre kerül a komplex alapprogram, ezért nekünk nagyon fontos, hogy olyan pedagógus gárda legyen, hogy amikor a hallgatók jönnek és hospitálnak, illetve tanítanak, akkor mi már azokat az új módszereket, a játékos megközelítés és a Élménysulit megtanítsuk nekik, hogy aztán utána, amikor végeznek, és bármerre kerülnek az országba, akkor ezt tudják népszerűsíteni, illetve tudják ezt használni, és valóban ők is élménysulit tudjanak kiépíteni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk, meg beszámolhattunk erről. Sok sikert a munkához, és hát reméljük, hogy majd talán egyszer még a színházba is tudunk valami projektben közösen Úgy legyen, dolgozni. Nagyon, nagyon, szépen, nagyon szépen köszönjük, hogy szóval. itt voltál. Én volt is köszönöm el. szépen.